Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenre kiemen! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az előttünk álló közel egy órában a Hit Kapuja című viszonylag új műsort hallják, Székel János Püspök atyával és Kindelman győzővel. Műsorunknak, amelynek ez ugye a második adása, műsorunkban hitvédelmi megközelítéssel foglalkozunk a kereszténységet érintő kérdésekkel. Tehát az a célunk, hogy elmondjuk, hogy miért hisszük mindazt, amit hiszünk. A hitvédelem, vagyis az apologetika a kezdetektől jelen van az egyház életében. A gondolkodó ember ugyanis mindig is kereste az okokat az élet nagy kérdéseire, kereste a választ a miértekre. Most műsorunkban az egyes témáktól függően több szintű érvrendszerrel találkozhatnak majd. Elsősorban mindig Isten szavára, tehát a szentírásra támaszkodunk, de gyakran fogjuk majd idézni a szent hagyományt, vagyis az egyházatják és más keresztény gondolkodók szavait, akik a saját korukban felmerülő aktuális problémákra, kételjekre válaszolva kibontották, kiteljesítették az egyház hitét. Ezen kívül Természetesen a józan ész és a logikai érve, logika érvei is fontos szerepet játszanak majd a műsorunkban. Ha pedig a téma úgy kívánja, akkor akár tudományos eredményeket, tudományos álláspontokat is önök elé tárunk. Mindez együttesen azt jelenti, hogy a hitkapuja megkívánja a kedves hallgatóktól az együtt gondolkodást velünk. Tehát ne szórakoztató műsort, ne lelkiségi perceket várjanak tőlünk, hanem, hanem egy kicsit talán intellektuális, vagyis a szellemre és az értelemre ható műsort. Első adásunkban a világ teremtéséről beszélgettünk, és megállapítottuk, hogy bár a tudomány az ősrobbanás utáni ezred másodpercek utántól kezdve magyarázatot tud adni a világegyetem egyetem mai formájának a kialakulására, de az ősrobbanás kiváltó okát. Azt például nem tudja megfejteni, sőt, arra sem tud felelni, hogy az ősrobbanás előtti mérhetetlenül összesűrűsödött hatalmas energiájú pont, amelyből a robbanás által a világegyetem létrejött, hogyan keletkezett. És emiatt, ahogy megállapítottuk itt Püspök atyával, a teremtés jelenleg az egyetlen és a tudomány módszereivel megcáfolhatatlan magyarázata az univerzum létrejöttének. Felsoroltuk ennek alátámasztásra, alátámasztására a világegyetem néhány olyan fizikai jellemzőjét is, amelyek a tudományos logika szerint valójában nem is létezhetnének. Éppen ezért ezeket Isten, vagyis egy felsőbb intelligencia létezésének a közvetett bizonyítékainak tekinthetjük. És beszéltünk arról is, hogy az ember már az ősidőktől fogva kereste létezésének és a világ keletke, világegyetem keletkezésének az okát. A görög filozófusok ennek nyomán csupán a puszta emberi értelemre támaszkodva is eljutottak arra a következtetésre, hogy létezik egy világteremtő szellem, egy világ ö, ö, természe, a világnak egy természet fölötti létrehozója. Isten azonban nem csupán hagyta, hogy az ember eljusson hozzá, hanem közeledett ő is az emberhez. És ennek a letéteménye a Biblia, és talán egy picit mondhatjuk, hogy ennek halvány viszfényei a különféle vallások. A mai napon folytatjuk a múltkor megkezdett témát. Ezúttal az élet létrejötte, és az ember teremtésével kapcsolatos Isten tapasztalatról fogunk beszélgetni. Minden előtt azt kell tisztáznunk, hogy mi is valójában az élet. Ha pusztán anyagi erők kölcsönhatásának következménye, amint azt egyébként a materialista természettudósok állítják, akkor lehet az élettelemből is élő. Ha viszont valami anyagtalan, anyagon felüli elvis is hozzájárul ehhez, akkor nem. Szeretettel köszöntelek Püspök a stúdióban, és hogyha az előbbi kérdésfeltevésből az utóbbi igaz, akkor mi ennek a bizonyítéka tehát, hogy az élet létrejöttéhez valamilyen anyagtelen is, anyagtalan elv is hozzájárul, vagy pedig hát mi az előbbinek a cáfalata, és ennek fényében hogyan definiálhatjuk az életet? Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. A teremtésről, illetőleg a, a világunknak a okáról, céljáról gondolkodunk ezekben a műsorokban, és hát próbáljuk most a, az élet titkát megközelíteni. Tudományos szempontból általában a, az életet úgy határozzák meg, mint képességet arra, hogy egy lény önmagát reprodukálja, tehát egy hasonló formát, egy hasonló lényt, egy hasonlóan működő, egy hasonlóan <coughs> létező, valóságot létrehozzon, amit mondjuk egy hidrogénatom nem tud megtenni, az nem tud hidrogénatomot létrehozni, de egy csiga képes egy másik csigát létrehozni, tehát a saját maga formáját, lényét tovább tudja adni. A forma reprodukciójának a képessége talán ez az élet legfontosabb meghatározása. A tudomány az életnek a jelenségeit le tudja írni. Tehát lehet egy élő sejtnek kémiai és nagyon sokféle módon a jelenségeit leírni, vagyis ezeket a folyamatokat, a DNS-nek a működését, a sejthártyának és nagyon sok mindennek a, a működését nagyon pontosan le tudja írni a tudomány. Azonban azzal, hogy ezt leírták, hogy ez így működik, az nem azt jelenti, hogy meg is magyarázták. Megpróbálom egy kicsit tisztázni itt a fogalmakat, mert nagyon gyakran az ember átcsúszik az egyik fogalomból a, a másikba. Azt hiszem nagyon fontos megérteni, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy redukálni. És nagyon gyakran a, az ilyesfajta természettudományos magyarázatokban ez történik, a többet redukáljuk, visszavezetjük a kevesebbre. Redukálni, ezt jelenti visszavezetni. És nagyon fontos lenne megérteni, hogy azzal, hogy én leírtam egy élő sejtnek a folyamatait, amik biokémiailag lejátszódnak, és esetleg ezeknek valamilyen szinten a, az indokait is tudom, ezzel magát az életet még nem tudtam meghatározni, és nem is indokoltam meg, mert az valami minőségi többlet, és a többet a kevesebbre nem lehet redukálni. Le lehet írni azt az utat, lehet elmondani a, a működési mechanizmus, de ez nem jelenti, hogy teljes mértékben megindokoltuk. A lét többletnek is kell, hogy legyen valami elégséges oka. A legutóbbi adásban talán van, aki emlékszik rá, úgy gondolom, hogy az egyik legvilágosabban megfogható példa ezzel kapcsolatban a színek érzékelése. A, az érzékeléstől függetlenül, tehát emberi és állati szemtől, Függetlenül a világban különböző frekvenciájú fénysugarak vannak, amik között mennyiségi különbség van. Az érzékelésben ez átalakul minőségivé, és hiába írja le valaki ennek az átalakulásnak az útját. Hogy hogyan jut a fény, a szemlencsébe hogyan jut az ingerület, a látómezőbe ezzel nem indokolta meg, ezzel csak leírta. A többet, ezt a minőségi töbletet nem lehet redukálni a kevesebbre. Tehát azzal, hogy leírjuk az életet biokémiai módon, még nem indokoltuk meg. Egyébként fontos azt hozzátenni, hogy jelenleg a tudomány ismeri az életnek, egy egyszerű élő sejtnek minden apró összetevőjét és részletét, mégsem tud a tudós élettelen anyagból élőt csinálni. Egyetlen élő sejtet nem tudunk létrehozni. Pontosan azért, mert ott valami több van a Teremtőnek az ereje. Megint csak talán egy kicsit előre vágunk, de nagyon fontos világosan látni, hogy a teremtést az egyház egyáltalán, meg a kereszténység nem valahogyan úgy képzeli el, hogy az Úristen varázspálcával ott áll és hirtelen létrehoz egy állatot, vagy egy embert, vagy akármi mást. Sokkal nem is csak úgy, hogy elindít egy folyamatot. Nem úgy kell elképzelni a világunkat, mint milliók kis golyócskát, amik közül az Úristen legelső, első nagy golyó, ami ezt a sok kicsit elindította, és most már ezek mennek a maguk útján. Az Isten nem egy dolog a sok dolog közül. A teológia ezt így szokta megfogalmazni, hogy ő nem a másod okok szintjén működik, hanem ő a végső ok, vagyis Transzcendens egy más szinten létezik. Nem a dolgok szintjén létezik, sokkal inkább ahhoz hasonló, mint egy, egy hatalmas mágnes, ami ott lebeg a világ fölött, minden atomra, minden élőlényre, minden anyagra hat, és magához emeli a világot. Ez teszi lehetővé, hogy az élettelen fejlődjön és élővé legyen. Enélkül a teremtő erő nélkül az élettelenből soha nem lett volna élet az életem belül azért elsősorban bennünket az emberi élet érdekel, hiszen ezért vagyunk mi gondolkodó emberek. A Biblia ezt írja a teremtésről, hogy Idézem, akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet lehelletét. Így lett az ember élő lényé. Most mikor, hogy miért van először is az, hogy, hogy Isten ugye az élettelen anyagból alkotta az élő embert, hogyha cinikus lennék, akkor most azt mondhatnám, hogy ez egy kicsit párhuzam állítható azért a materialisták állításával, mely szerint ugye az élettelen anyagból lett az élő. De ugyanakkor az is nagyon fontos kérdés, hogy, hogy vagy elgondolkodtatta, hogy miért nem lehet Isten így módon életet mondjuk más élő lényekbe is biológiai szempontból, talán azért, mert biológiai szempontból más az emberi élet, mint az állati? Vagy, vagy egyáltalán milyennek a teremtés aktusnak az oka? Ez több ha. kérdés volt, elnézésedet kérem. Ha szabad rögtön itt belevágni ebbe a témába, hogy élettelemből élő, leírás szintjén mi is ugyanezt gondoljuk. Tehát azt gondoljuk, hogy valaha a Földön nem volt élet, és aztán megjelent az ős óceánokban, megjelent az élet, tehát ilyen értelemben élettelemből élő lett. Amiben a, a, kereszténység meggyőződése különbözik, az pusztán az, hogy azt gondoljuk, hogy ez nem magától van. Ennek kell, hogy legyen elég, elégséges oka, magától a kevesebből nem lesz több, magától az élettelemből nem lesz élet. Visszatérve a, a Biblia leírására, ez nyilvánvalóan egy nagyon ősi és mértelmű jelkép. A régi ember rengeteget töprengett a lélegzésen. Ami nem megfogható, kibejár az emberből, nincs fölötte hatalmunk, és ha valaki meghal, akkor egy utolsót lélegzik, és ez a lehelettel, mintha az élet is kiszállna belőle. Vagyis ez egy titokzatos része az embernek, a lélegzet, és ezért lett az ember szellemi részének, a jelképe vagy kifejezési módja a lélegzet? Elnézést, hogy szabadba vágok. Ugye a mai a magyar helyes írás szerint ezt úgy írjuk, hogy lélegzet, de hogyha meg, tehát G betűvel a közepén, de ha megnézünk 150-200 évvel ezelőtti könyveket, ott K-val írják. Tehát lélegzetnek írják ezt az emberi tevékenységet. És nyilván, hogy a két szó összefügg, össze is függ, leg. Leg. Ahogy nagyon sok nyelven, a héber nyelvben is, nefes jelenti a lelked, a lélegzést is. Tehát a régi ember számára lélekzet, az egy nagyon fontos szimbóluma az emberi értelemnek, akaratnak, a, az, annak a résznek, ami a, az ember szellemiségét kifejezi. A Biblia tehát ezt akarja leírni, hogy van az emberben valami, ami anyagi, ami ebből a földből való, Isten úgymond meggyúrta az ember testét a föld agyagából, és amikor meghalunk, ez a testi részünk vissza is tér a földbe. Tehát van bennünk valami múlandó, valami anyagi, de van az emberben valami, ami Istentől való. És amikor meghalunk, ő hozzá tér vissza. Ez a lehelet, ő hozzá tér vissza. Tehát ez egy nagyon ősi, keleti jelképes leírása tulajdonképpen annak, hogy az ember test és lélek. Van bennünk valami földi, és van bennünk valami isteni. Ezt soha nem úgy képzelte el a régi szerző, meg a régi olvasók, hogy az Úristen lejött volna a földre, és meggyúrta volna az ember testét, odahajolt volna, és bele lehette volna az életet, tehát soha nem szó szerint képzelték el, egy gyönyörű szimbóluma annak, hogy az ember egyszerre test és lélek, egyszerre földi, de van bennünk valami, ami az Istentől származik. És hogy ah. ez az élet visszakerül ugye az Istenhez, ahogy említetted, ez már talán önmagában az előföltet kérdésemre, és válasz, hogy ezért nem lehet mondjuk az állatokba így módon életet, mert hiszen ők ilyen értelemben, mint hogy az emberi élet nem fognak visszakerülni ő hozzá az élet végén, a földi élet végén. Igen, tehát van egy minőségi különbség az ember és az állat között. Ahogy tetten érjük a, az emberi lelket, talán megint egy hasonlat az, ami segít ezt megérteni. Az ember egy olyan különleges lény, amelyiknek öntudatai szabadsága van. Például, nem tudom, 16 óra 46 perckor egy Székely János nevű lény el tudja határozni, hogy a jobb kezét fölemeli, és ezt képes meg is tenni. Ez valóban megtörténik. Miért történik ez? Nem azért történik, mert... Az agyamban különleges kémiai reakciók lejátszódnak, az ingerület eljut az izmaimig, és a kezem megfeszül. Egyáltalán nem, hanem mert az a különleges valami, amit Széke Jánosnak mondanak, ő eldöntötte, hogy 16 óra 46 perckor szeretné a jobb kezét fölemelni, ezért indul el. Az agyában egy érdekes kémiai reakció, és ezért tudja a kezét fölemelni. Tehát van az emberben valami, ami szinte parancsol az anyagnak, ami uralja az anyagot, ami minőségileg több, ami nem visszavezethető az anyagra. Tehát megint csak le lehet írni ezt a folyamatot, ennek az anyagi ö, módját, redukálni lehet úgymond, de ezzel nem magyaráztuk meg. A több soha nem visszavezethető a kevesebbre. Én azt javaslom, hogy nagyon magvas gondolatok ezek, és talán nekem is, és a kedves hallgatóknak is nem árt otthon emészteni egy kicsit a készülékek előtt, és azt eh, alatt pedig hallgassunk egy kis zenét. Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, Vándorként ki, éljük életünk. És a szívünk úgy bánj égi hazánkba, Jézushoz, mert Ő az Úr. S ha földi sátrunk egyszer összedőlt, S az életünk majd Az angyaloknak bórushoz társult énekünk, a személyes. kedves hallgatóink, önök a Mária Rádiót hallgatják, és benne a Hit Kapuja című műsort Székely János Püspök és Kindelman győzővel. Műsorunk, ahogy említettük, hitvédelmi jellegű, és a mai alkalommal az élettel, azon belül is pedig az emberi élettel foglalkozunk. A tudomány mindenre észszerű, és hogyha lehetséges, megismételt kísérletekkel alátámasztott uh, magyarázatot próbál adni, de a tudósok egy része mégis feltűnően sokszor hivatkozik a véletlennek a szerepére. Ha nem is pontosan így mondják, de azért az indokaikban nagyon sokszor ez uh, kerül felszínre. Ennek egyik eklatáns példája például az élet létrejötte a Földön. Egy lombik kísérlet során sokak számára bizonyára ismerős létrehozták az ősi tengerekben uralkodó feltételezett környezeti körülményeket, ahogy ők elnevezték az úgynevezett őslevest, tehát modellezték a víznek a hőmérsékletét, a kémia anyagok mennyiségét benne, és arányát is, plusz a légkörnek, az akkori légkörnek a külső hatásait, és egy idő után ezek a tudósok észre Vették a kísérletben, hogy, hogy úgynevezett aminosavak jönnek létre ebben a folyadékben, vagyis a fehérje molekulák, és ez, ezzel együtt ugye az életnek az építőkövei, alapvető alkotó elemei. Ez ugye 1953-ban, tehát jó régen történt, és a materialista tudósok akkor felhangon elkezdték hirdetni, hogy na no, innen már csak egyetlen egy lépés az életnek a létrejötte. Tehát azonban hiába kísérleteznek azóta is a, az élet csak nem akar létrejönni a szerves, becsin, a szervetlen anyagokból. És vannak, akik azt mondják, hogy csupán a szervetlen anyagoknak a véletlen összekapcsolódási kombinációját nem tudják megismételni, mármint ami évmilliárdokkal ezelőtt spontán módon létrejöhetett. No de, ö, Büspök, hogyha mit gondoljunk mi keresztény emberek a véletlenről, mint a világmindenséget és az élet létrejöttét alakító tényezőről? Talán közelítsük meg onnan ezt a kérdést, hogy a, a mai fizika és a mai tudomány egyre inkább úgy látja az anyagot, hogy annak nincsenek teljesen determinált törvényei. Vagyis nem teljesen meghatározott az, hogy az anyag mit fog tenni és hol, hogyan fog viselkedni, sőt, bizonyos értelemben az sem, hogy az anyag pontosan hol van. Nagyon sok tudós azt mondja, hogy nem lehet pontosan megállapítani egy adott pillanatban, hogy a, az elektron például, vagy az energia éppen hol és milyen állapotban tartózkodik. Mindez azt jelenti, hogy a, a világunkat nem úgy kell elképzelni, mint egy tökéletesen működő óra művet, amit valaha elindítottak, és az pontos részecs, vagy pontos ö, alkatrész, az óraműnek pontos elemeinek az összhatásaként működik. Hanem sokkal inkább azt kell látnunk, hogy a világban vannak esetleges események, amiknek nincsen előre meghatározott lefolyási módja. Nagyon sok kísérletet is végeztek ezzel kapcsolatban, kötkamrás kísérletet, ahol elemi részecskéknek a várható viselkedését vizsgálták, különböző sugarakat engedtek be a kötkamrába, kiszámították, hogy hol kell a, az interferencia pontoknak lenni. És hát nagyon gyakran tényleg ott volt, ahol kiszámították, de néha pedig nem ott volt. És hát nagyon meglepődtek, hogy ez miért van így. Egy idő után a fizikusoknak az volt a, a megállapítás, hogy azért, mert az anyagnak ilyen a természete. Tehát nincsenek teljesen determinált törvényei. Vagyis úgy tűnik, hogy a, az anyagvilágunknak a lényegéhez hozzátartozik az esetlegesség, vagy ha tetszik, akkor a véletlen. Tehát benne van a világ mindenségnek a működési elvében. Ha egy lépéssel tovább megyünk, akkor megpróbálhatjuk ezt az egészet nézni alulról a, a véges világnak, vagy az embernek az oldaláról, és nézni fölülről is. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban esetleg egy példát. Ha egy, egy, illető ember mondjuk 12 óra 20 perckor kilép egy ház ajtaján, és mondjuk egy tégla éppen a fejére esik, és ő megbetegszik, tolószékbe kerül, ez bizonyos értelemben véletlenek összjátéka. Az, hogy ő pont 12 óra 20 perckor akart kimenni a házból, ezt ő döntött el teljesen szabad módon, ezt az Isten semmilyen módon nem manipulálja, ő valóban szabadnak teremti az ember, tehát az illető szabadon döntött arról, hogy mikor lép ki. Hogy a téglapont akkor lazult ki, ez megint csak függött az előző téltől, a fajtól és nagyon sok mindentől. Esetleges körülményeknek a, az eredménye. Hogy a kettő pont összecsúszott, és pont az ő fejére esett, azt mondhatnánk bizonyos értelemben, hogy véletlen. Alulról nézve, csak a mi szintünkről nézve véletlen. Máshonnan nézve, az Isten szempontjából nézve nem az. Az Isten látja az egészet az elejétől a végéig, ő ez a hatalmas mágnesként mindent magához vonzó erő és szeretet, az ő kezében van a világ, minden út ő hozzávezet. vezet. Vagyis minden dolog tudja az ő terveit szolgálni. Ő mindenben benne van. Minden dolog bele tud illeszkedni az ő tervébe, gondviselésébe. Akvinói Szent Tamás meglepő módon már a középkorban mondta ezt, hogy a gondviselésben vannak szükségszerű dolgok, és vannak esetleges dolgok is. Mind a kettő egyetlen hatalmas tervet szolgál. Tehát Isten szempontjából minden dolognak a nagy egészben megvan a maga helye. És minden afelé az omega pont felé tart, ahova az Isten beteljesíti a világot. Ebből a szempontból tehát azt lehet mondani, hogy minden dolognak van célja. És ez a végső cél maga az Isten, akinek a teljessége felé mindannyian tartunk most az élet determinált, vagy nem? Visszatér, az élet létrejötte, bocsánat. Ez most egy kicsit elvont magyarázat volt. Megint csak visszatérve ehhez a, a kérdéshez, vagy kísérlethez, ami egy nagyon jelentős és nagyon érdekes kísérlet. 1953-ban ennek az őslevesnek a létrehozása. Ismételjük meg, hogy ez világos legyen, hogy nem élet keletkezett, hanem bizonyos ásványi anyagokból egyszerű aminósavak, vagyis egyszerű molekulák jöttek létre, amik egyébként is létre tudnak jönni, ott különböző elektromos hatásokra ezek az aminósavak néha létrejöttek, aztán néha szét is estek. Tehát ilyesmiről van szó pusztán. Az anyagunk tehát olyan, hogy vannak benne esetleges események, amik képesek a az anyagnak bizonyos elemeit egymáshoz közelhozni, vagy egymással reakcióba hozni. Vagyis rengeteg véletlen benne lehet abban a fejlődésben, ahogy akár az élet megszületik, akár ahogyan az evolúció fejlődik, és mondjuk egy mutáció, egy egy véletlen folytán, mondjuk egy külső sugárzás, ami a DNS-t eltalálja, és egy érdekes mutációt egy, egy, élőlényben létrehoz. Tehát rengeteg ilyen véletlenszerű esemény benne lehet a folyamatban. Ezek azonban nem hoznak létre, úgymond lét többletet. Csak lehetővé teszik. Nyitottá teszik az anyagvilágot. A lét többlet a lét teljességéből Istenből fakad. Magától nem lesz a kevesebből több. Tehát kell ez, ez a mágnes Istennek a végtelen ereje, az ő teremtő jelenléte, ami lehetővé teszi, hogy az anyag fejlődjön és az élettelemből megszülessen az élet. De a konkrét események azok nagyon gyakran ilyen véletlenszerű események, amiken keresztül az élet bontakozott az aminosavakat létrehozó kísérletről közben, ahogy beszéltél is, hogy eszembe jutott, hogy valamikor az ókorban és még a középkor egy jó részében is volt egy ősnemzésnek nevezett elmélet, amely szerint bizonyos élettelen szervezetekből élők keletkeznek, tehát, tehát hogy az élet önmagától, hogy ők mondták, szülők nélkül is létrejöhet. Még a nagy gondolkodóknak a többsége is hitt abban, hogy igen sok állatfaj, például legyek, nem szülők hanem valamilyen módon szennyes, törmelékes tömegekből származik. Persze már tudjuk, hogy ez érthető, hiszen mondjuk ürülékbe rakta le a petéjét a légy, és ezt ugye nem láthatták, nem tudták, tehát olybá tűnt, mintha abból támadtak volna a legyek. Nem nincs egyébként egy konkrét példát is, ez nagyon érdekes, amely arra nézve ad tanácsot a könyvben, hogy hogyan juthat az ember méhrajhoz. mondja, hogy taglóz le egy fiatal bikát és ásd el a földbe, pedig álló helyzetben oly módon, hogy szarvai kiálljanak a földből. Hajdott egy hónapig, azután fűrészed le a szarvait, és a szarú üregén keresztül kifogástalan mélyraj fog kirepülni. Na most hát ez valóban egy megmosolyogtatni való eszmefuttatás, de hogy miért is mondtam ezt el? Természetesen ugye az ősnemzés elméletét az újkori tudomány sokféle módon, tehát többször is és más-más módokon is megcáfolta. Ugyanakkor a modern materialista állítás, mely szerint az évmilliárdokkal ezelőtti őslevesben Mindenek ellenére mégiscsak élettelen anyagból lett az élő. Hát én ezt ellentmondásosnak tartom, ugyanis hát ugye itt a materiális tudósok saját maguknak mondanak ellent. Persze itt ugye azt mondják, hogy akkor egészen mások voltak a körülmények, no de hát önmagában, ugye mivel az is csak egy feltételezés, hogy az milyen volt, milyen lehetett, tehát számomra azért ez nem kielégítő magyarázat. Ha szabad még esetleg egy-két megvilágít vagy pontosító gondolatot ehhez, hogy véletlenből kelethez, keletkezhete az élet, vagy milyen fajta magyarázat ez. Egyrészt, ha egy hasonlatot akarnék mondani, akkor ez kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy megérkezett egy dömper, nem tudom a melyik utca végébe, leszórta a téglákat, és hát véletlenül éppen egy ház lett belőle. Tehát tulajdonképpen nem, nem indokoljuk meg annak a formának, annak az értelmes rendnek az okát, ami létrejött. Egy kicsit elvontabban hadd fogalmazzam meg ugyanezt: ha az ember ezt gondolja, hogy a véletlemből lett az élet és a, az emberi e, lét is, az emberi értelem is, akkor tulajdonképpen azt állítjuk, hogy az értelmetlemből. Mert a véletlennek nincs értelme. Pontosan a véletlen azt jelenti, hogy nincs különösebb oka a, az események találkozásának, vagyis azt állítjuk, hogy az értelmetlenből lett az értelmes. Az értelmes létnek nincs semmi oka, és nincs is tulajdonképp semmi célja, ez egy véletlen mellékterméke az életnek vagy az evolúciónak. Az ember az evolúció tévedése. Mostani Atyánk, 16. Benedek pápa egy nagyszerű hasonlatot mond erről, azt mondja, hogy ha ez tényleg így lenne, akkor az ember olyan lenne, mint egy kicsi csónakban ülő e, e, csapat, az értelmesség csónakjában ülünk, mi próbáljuk a dolgokat megérteni, és megkérdezik, hogy miért is élek, van-e az életemnek értelme, hogy lehet jól élni, szépen élni, Mit kell tennem, honnan van a világ, van-ennek -e valami ö, oka, és van-e valami célja. Vagyis az ember ebben a csónakban értelmes kérdéseket tesz föl, értelmes mondatokat mond, autókat készít és gyárakat épít, tehát ebben a csónakban az értelem uralkodik, és az értelem kérdez. Azonban a világnak rajtunk kívül tőlünk függetlenül értelme nincs. Tehát ez a csónak az értelmetlenség tengerén úszik. És mi következik ebből? Az, hogy amit mi csinálni akarunk, az teljesen értelmetlen. Próbáljuk megérteni a világot, aminek valójában értelme nincs. Ennek oka nincs, célja sincs. Az ember egy ilyen véletlen vadhajtás, ami létrejött, aztán el is tűnik. Vagyis tulajdonképp az egész emberi tevékenység válik abszurdá, értelmetlenné. A keresztény ember azt gondolja, az a, az a meggyőződése, az az érzése, az a hite, az a tudása, hogy az, az értelmes létezés az értelmesből lett. A világ mögött valami végtelen szépség és jóság rejtőzik. A nap ragyogásában, a nyíló virágokban, a nevető gyerekarcokban valami végtelen szépség és jóság van. Az a, az értelem, amit a lelkünk mélyén érzékelünk és keresünk, amiről öntudatlanul is tudunk, ez ugyanaz az isteni logosz, az isteni logika, amely a világ mindenséget alkotta. Akkor mi az értelem tengerén ringatózunk, ezen szerint nem pedig az értelmetlenség tengerén, viszont ringatózunk akkor a zene hullámainak a tengerén. Egy picit mielőtt folytatjuk az evolúcióval, ugyanis egy szóban már említetted ezt a bizonyos elméletet is az imént. Mint, mint hallgatóink, folytatjuk együtt gondolkodásunkat Székely János Püspök atyával, hitvédelmi műsorunkban az életről. És most egy igen kritikus és nehéz témát fogunk elővenni ezzel kapcsolatban, mégpedig az evolúció témakörét. Sokan azt mondják, hogy az egyház így csak is sommásan, hogy elveti az evolúció emlélet, el, szelméletét, amely azt tanítja, hogy ugye a fajok a legegyszerűbb becsejtőektől fokozatosan fejlődtek természetes kiválogatódás, vagy mondjuk mutációk révén magasabb élő szervezeteké, és végül emberré. Most hát mi az egyház álláspontja ezzel kapcsolatban? Valóban elvetjük -e ezt teljesen? Vannak keresztények, akik azt mondják, hogy az állatok esetében például elfogadható mondjuk az evolúció, de az emberi értelem tekintetében uh, isteni szikra, isteni beavatkozás kellett már. Mások viszont arra hivatkoznak, hogy az emberi embrió. Ugye most már meg tudjuk ezt röngen és egyéb eszközökkel vizsgálni. A fejlődése során az anyamékben valójában végigéli a, a külsődleges forma változásaiban, az egysejtű élőlényektől egészen a törzsfejlődés különböző szakaszait. És egyesek szerint ez azt bizonyítja, hogy az ember is része a törzsfejlődésnek. Van egy nagyon érdekes könyv, híres is, Karl Szagának az Éden Sárkányai című mű, Ebben a könyvében az emberi intelligencia evolúciójáról elmélkedik, és azt állapítja meg, hogy az emberi agy, jól elkülöníthető részei, nyúlt agy, homlok, egy, homlok leben, neokortex, stb. stb. mind-mind a korábbi állati fejlődési állomások, tehát ugye ismerjük ez gerincesek, hüllők, emlősök, főemlősök, agyi fejlődési fázisainak egyes stációját jelentik, tehát ez kicsit hangolódik arra, amit az előbb mondtam, hogy az embrió maga a külsődleges egyeiben is így viselkedik. Na, visszatérve az emberi intelligenciára, leír egy érdekes kísérletet is, amelynek egy majom, egy csimpánz az alanya, és a Biológusok ugye azt állítják, hogy a majmok beszédjének tulajdonképpen csak az szabgátat, hogy nem alkalmas a, a, a garatjuk, tehát a hangképző rendszerük a, a beszédre. És a kísérletben ezért egy majmot megtanítottak a süketnéma által használt kézjelek némeikére, Hát nem tudom, ez pontosan számszerűleg mennyit jelentett erről, nem ír Kárszagán. De amikor már néhányat ismert, összehozták ezt a majmot egy süketnéma emberrel, ugye aki csak ezeket a bizonyos jeleket tudta alkalmazni, használni, és ezzel úgymond elbeszélgettek egymással a majom és az ember. A süketném a később döbbenten ö, nyilatkozott, hogy hát olyan volt, mintha egy idegen ö, intelligenciával kerültem ö, volna kapcsolatba. Azt hiszem, hogy jó pár kérdést felvethet ez az egész, amit most itt felvázoltam, de de mit mondjunk Püspök atya mindezekre? Tehát csupán ö, evolúció, vagyis életkérdése minden, hogy mi emberré váljunk, vagy ember lettünk. Tehát hogyan társul mindenhez, például az emberi lélek? Az kétségtelen, hogy amikor az evolúciós elmélet megszületett Darwinnak és más tudósoknak a munkássága nyomán, akkor nagyon sok keresztény azt gondolta, hogy ez a Biblia tanításával ellentétes, vagy nem nagyon összeegyeztethető. Ami nyilvánvalóan most már kicsit nagyobb távlatból látva, teljesen világos, hogy nincs így. Tehát az evolúció és a teremtésbe vetett hit egyáltalán nem zárják ki egymást. A tudomány és hát ilyen értelemben az evolúció elmélete is leír egy folyamatot, hogy hogyan változik a, az élőlényeknek a, az alakulása, hogyan fejlődnek az egyik faj, hogyan alakul át esetleg egy másik fajjá, hogyan fejlődik. Tehát leírja a hogyant. Ezzel nem magyarázza meg a miértet. Megint csak nagyon fontos különbséget tennünk, hogy azzal, hogy leír valaki egy folyamatot, még nem mondta meg, hogy ez miért volt lehetséges. A kevesebből hogyan lett több? Mi, mi okozta, honnan származik ez a lét többlet? Mi az a titokzatos mágnes, ami emeli a világot, ami képessé teszi az egyes élőlényeket, hogy fejlődjenek? Hadd tegyem még talán azt is hozzá, hogy a maga az élet jelensége, az bizonyos értelemben a fizikának az alap törvényével ellenkezik. A fizika egyik legalapvetőbb törvénye az entrópia, ami azt jelenti, hogy a, a hőmérsékleti különbségek, feszültség különbségek lassanként kiegyenlítődnek. Tehát a, az anyag a nyugalmi állapotra törekszik, vagyis a halál állapotára a, az egy, egyenlőtlenségek kiegyenlítődésére, az élet az pontosan ez ellen dolgozik. Tehát egy kis élőlény az magába gyűjti az energiát, a növény is a napnak az energiáját, anyagokat fejleszti magát, magába szívja a gyökerein keresztül. Tehát egy antientrópia. Vagyis nem egyszerűen a fizikából levezethető az élet, pontosan olyasmit tesz az élet, ami a fizika egyik alaptörvényével dacol. Megint csak ennek a minőségi többletnek a megjelenése ami szinte betör az anyagvilágba, és létrehoz valami újat. Ahogy az emberi lélek is valamilyen különleges dolog, ami parancsol az anyagnak, és tudja a testet használni. Visszatérve tehát a, az evolúció egy elmélet, ami leírja a hogyant. A teológia vagy a kereszténység nem akar erről az elméletről tudományos szinten véleményt mondani. Tehát, hogy ez tudományosan mennyire megbízható vagy nem, ebben sokféle eltérő meglátás van, hogy, hogy valamilyen szintig ezek a jelenségek léteznek, ezt mindenki elfogadja, de hogy ez inkább csak egy munkahipotézis, vagy egy tényleg tényeken alapuló komoly ö, tudományos ö, magyarázat, ezzel kapcsolatban vannak jelentős eltérések is. Csak Tehát nem... közbevetőleg egy mondatot hadd mondjak itt ennek a műsornak, az ideje nem teszi lehetővé, hogy arról, amit most említettél, nagyon mélységében beszéljünk, de azt tudják a kedves hogy tudniuk kell a kedves hallgatóknak, hogy addig, ameddig most iskolákban oktatási intézmények, mindenhol ezt tanítják, hogy az evolúció az egyetlen elfogadható, stb. 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 Nagyon komoly munkák születnek, és ezt Eléggé kevés publicitást kapnak ezek. Nagyon komoly munkák, amelyek pont cáfolják az evolúciót. Tehát valóban, ahogy Bisztok, hogyha mondtad, ez inkább csak munkahipotézisnek elfogadható jelenség. Igen, persze, azt hozzátenném, hogy durván nézve, tehát az, hogy voltak kezdetlegesebb élőlények, és aztán az idő folyamán kialakultak, fejlettebbek és bonyolultabbak, azt hiszem, hogy ez tényként. Elfogadhatjuk, és hogy az élőlények között van rokonság, ennek is nagyon sok tudományos tény mutatja a valószínűségét. Hadd említsek meg egy néhány ilyen bizonyítékot vagy jelet, ami az evolúciónak a, a tényét alátámasztja. Az egyik, rengeteg biokémiai érv van, ami azt mutatja, hogy az élő sejtek és az élő organizmusok az élő, Lények nagyon hasonlítanak egymáshoz, például az anyagcsere módjában, ahogyan végzi azt egy hüllő, vagy egy emlős, vagy egy, egy madár, vagy én nem tudom, nagyon-nagyon hasonló mechanizmusokat használ. Vagy a DNS, ami tovább örökíti az információt a, a sejtnek nagyon sokféle alapinformációját, vagy annak az élőlénynek a működési módjait tovább tudja örökíteni, szinte egy döbbenetes hasonlóságot mutat egymástól egészen eltérő fajok között. Tehát van egy nagyon erős biokémiai érv, ami az evolúció tényét mutatja, illetőleg az élőlények egymással való rokonságát. Illetőleg az őslénytan. Tehát nagyon sok olyan maradvány, csontvázat, stb. találtak, amelyek sok millió évvel ezelőttiek, és úgy látjuk, hogy ezek sokkal egyszerűbb, primitívebb élőlényeknek a maradványai. Tehát ténylegesen úgy tűnik, hogy az élőlények fejlődtek az idő folyamán. Megint csak azt hiszem, hogy nagyon fontos világosan látni, hogyha elfogadjuk, és azt hiszem, hogy alapvetően az egyház, így áll hozzá, ha ez tudományosan valószínűnek tűnik, semmi problémánk nincs azzal, hogy ilyen módon képzeljük el akár az élet fejlődését, akár az embernek is a megjelenését. Tehát, ha, ha el is fogadjuk, hogy az élőlények egymásból alakultak, fejlődtek, egyre bonyolultabb lények alakultak ki, ez nem azt jelenti, hogy ezzel megmagyaráztuk. Ezzel csak leírtuk a folyamatot, de megint csak kell valami elégséges oka, legyen annak, hogy az egyszerűbből a bonyolultabb, a nemesebb kifejlődött, és aztán kell valami elégséges oka legyen annak, hogy kifejlődött a főemlősök közül az ember. Tehát azzal, hogy leírtuk a folyamatot, azzal még nem indokoltuk meg. Az evolúció elmondja azt, hogy hogyan, de nem mondja el azt, hogy miért. Ők, hát ők erre azért mondanak egy, hát szintén mondjuk materialista lehetőséget. Az okaként ugye azt mondják, hogy a külső természeti körülmények, amelyek készítetik a változásra, a természetes kiválasztódás is ugye ezek szerint, vagy ezek alapján jön létre, és hát ugye ott van megint, amit, amiről az előbb már a véletlen kapcsán beszéltünk, ez az a bizonyos véletlen mutációknak a, a, a sora. Nyilván, tehát az evolúció ilyen módon működik, ha ez valóban igaz, mutációk jönnek létre az élőlényekben sokféle hatásra, ami lehet egy baleset, egy sebesülés, egy sugárzás a DNS-ben valami véletlen, vagy valami külső hatásra létrejövő átalakulás, tehát létrejön egy mutáció. És ha életképesnek tűnik, akkor lassanként szelektálódik, tehát a szaporodás folyamán, azok az élőlények maradnak, fönnerősödnek meg, amelyek életképesebbek. Tehát, mint leírása a folyamatnak, ez abszolút elképzelhető, de megint csak nem magyarázza meg azt a, a nagyon hosszú folyamatot, amelynek során létrejön az egyre értelmesebb, az egyre nemesebb ö, valóság, millió véletlemből, amelyek rosszat is meg jót is eredményeznek, a legtöbb mutáció nyilván használhatatlan. Tehát millió véletlenből nem épül föl egy gyönyörű szép palota. A, az a vonal, amit látunk, az nagyon is az ember felé mutat, az értelem felé, a szépség felé mutat, és ez azt jelzi, hogy e mögött a folyamat mögött van valami rendező elv, van egy célszerűség, van egy végtelen szépség-bölcsesség, ami ott rejtőzik a világ mögött, amely képessé teszi az életet arra, hogy fejlődjön. Püspök atya, akkor fogadjuk el tényleg valóban azt, hogy a, a testi, az anyagi jellemzők, tulajdonságok alapján, oké, létezik az evolúció, mint munkahipotézis, ahogy említetted, tetszik a kifejezés egyébként, de mondjuk az emberi individuum, tehát a lelket is be leszámítva ebbe, az mennyire lehet evolúciós kategória? Az evolúcióban úgy gondolom, hogy minden jelentős fejlődés az a teremtő jelenlétének az eredménye. Tehát megint csak amikor mondjuk átlép a, a növényi típusú élet, az állati típusú életbe, ahol van érzékelés, az megint csak egy egy nagyon jelentős minőségi ugrás, ahol ahol megint csak ott ér, érezhető, tetten érhető a teremtőnek a jelenléte. És hát egy ugyanilyen minőségi ugrás az ember megjelenése. A az Isten jelenlétét az evolúció során, vagy a, a teremtésnek az évmilliói során nem úgy kell elképzelni, hogy akkor hirtelen leszáll az égből, és a kis belenyúl a világba. A másodokok a kis golyócskák közé valamilyen módon belenyúl és alakítja. Az Isten nem egy a másod okok közül. Tehát nem ilyen módon hat, hanem sokkal inkább, mint első ok, mint az a titokzatos mágnes, ami lehetővé teszi az anyagnak, hogy fejlődjön. Tehát amikor isteni beavatkozásról beszél a teológia, akkor nem erre kell gondolni, hogy az Isten keze lenyúl, és hirtelen az anyagban valami e, ilyen anyagi típusú változást hoz létre, hanem sokkal inkább arra kell gondolni, hogy szüntelenül hat az Isten az életre, és ezt teszi lehetővé, hogy az élet fejlődjön. És az életnek egy pontján, a főemlősök történetének egy pontján megjelenik ilyen módon az első ember. Hogy pontosan mikor és hol ezt nagyon nehezen lehetne megállapítani, tudósok nagyon valószínűsítik, hogy valószínűleg Afrikában jött létre az értelmes élet. Az is nagyon valószínű, hogy a legelső ember még valószínűleg nem tudott beszélni. Ha, ha tudhatott is, akkor valószínűleg egy-két hangot tudhatott kimondani, az örömét kifejezni, a fájdalmát. Tehát egy, egy nagyon egyszerű módon tudhatta kommunikálni azt, azt ami a, a, a lényében történik, vagy azt, amit ő átélt és akart. De megszületett benne az én tudat, annak a tudata, hogy, hogy ő valaki. Meg volt benne a szabadság, hogy dönthet. Hogy, hogy a létével valamit kezdhet, jót vagy rosszat. És hát sajnos a, a Biblia arra is tanít minket, hogy az első emberek egy nagyon hamar a rossz mellett is döntöttek. Ezt a, a szabadságot, az emberi lehetőséget, amit alapként kaptak, mindenfajta negatív előtörténet nélkül, tehát még nem volt emberi bűnöktől, nem volt beszennyezve a világ. Sajnos ők döntöttek a rossz mellett is, és ilyen módon ettől kezdve ez a rossz negatív szál is az emberiségnek a, az örökölt csomagjába az előtörténetünkbe belekerült. De valahogyan így kell elképzelnünk az első ember megjelenését, valószínűleg valahol ott Afrikában, és ilyen nagyon egyszerű körülmények között, ahol még alig-alig tudhatták az érzéseiket értelmes szavakkal kimondani, de mégis Szabadon tudtak dönteni, és döntöttek is jó és rossz között. Kicsit ismeretlen talaj számomra, de azért mondom, mert így a szavait során jutott eszembe. Olvastam, hogy teológusok vitatkoznak sokszor azon, hogy az emberi élet, itt most az egyéni életről van szó, nem a törzsfejlődésről. Az ember. Életében a lélek az nem rögtön a fogantatás pillanatában, hanem csak X, vagy nem tudom én hanyadik osztódás, sejtosztódásnál eh, 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 került csak bele a, az embrióba. Na most eh, ne is erről beszéljünk, mert ezt csak analógiaként eh, említettem. Lehet-e esetleg a törzsfejlődésben egy ilyet mondani, vagy ilyet meghatározni, hogy na mit tudom én, a Neandár völgyinek már volt lelke, vagy a kramanyoninak volt lelke, és előtte a valamelyik Pitekusznak még nem volt. Nyilván így utólag a, a maradványokból, tehát régészeti és, és őslintani leletekből lehet valamit következtetni, tehát egy nagyon áttételes képünk van csak ezeknek a, a, a főemlősöknek vagy, vagy első embereknek az életéről. Jelekből tud a tudós következtetni, amikor az ember ember, tehát amikortól kezdve értelmes, Akkortól egy-két nagyon fontos jellemző megjelenik. Az egyik nagyon fontos ilyen jellemző, hogy eltemeti a halottait. Ez érdekes módon a legelső értelmes embereknél már föltűnik nagyon sok helyen, tehát megint csak annak a megjelenése, hogy, hogy egy személy, nem csak egy fajnak az egyede. És ilyen értelemben a, a többiek eltemetik, búcsúznak tőle, sőt bíznak abban, hogy neki lesz még folytatás. Igen, gyakran az eszközeit mellé temetik. És hát nagyon sok más. Nagyon gyakran megjelenik a művészetnek valami egész egyszerű formája. Tehát kis ábrázolások a, a barlangokon és az eszközökön. Tehát valamilyen jele a, a léleknek. Nem pusztán az eszköz használat. Ezt is sokszor említették, hogy a, az embernek az egy legtipikusabb jele, de nem. Adnék ennek önmagában egy túl nagy jelentőséget. Vannak olyan főemlősök, amik nagyon primitív eszközöket néha használnak, akár egy majom mondjuk, hogy egy banánt bepöcköljön a, a maga ketrecébe, tud egy botot kézbe venni, és azzal ügyesen be, beemelni magához. Tehát pusztán az eszköz használat még nem mutatja azt, hogy ő neki öntudata van, H hogy ő, ő egy személynek éli meg magát, és jó és rossz között dönt. Sokkal inkább az ilyesfajta jelek, tehát a, a hitnek egyfajta megjelenése, ami a temetéssel kapcsolatban tűnik föl először a művészetnek, tehát itt, itt mutatkozik meg először az emberi gondolat. Kedves hallgatóink, azt hiszem, hogy ezt a témát még nagyon-nagyon sokáig lehetne folytatni, de szerencsére a Hit Kapuja című műsor nem egyetlen egy adást, vagy nem két adást jelent, hanem időről időre ebben a hétfői délutáni időpontban fogunk itt még találkozni, és van egy olyan érzésem, hogy ezt a témát is még elő fogjuk majd venni, és akkor talán bővebben ki tudjuk fejteni. Kedves hallgatóink, az órára tekintve azt látom, hogy körülbelül ennyi fért mai adásunkba, tehát a Hit Kapuja című műsort hallották Székely János Kindelman győzővel az elmúlt 55 percben. Hogyha az elhangzottak a kapcsolatban valamilyen kérdésük van, véleményük vagy észrevételük, nyugodtan írjanak nekünk levélben vagy elektronikus formában. Elérhetőségeink megtalálhatók a mariaradio.hu webcímen, és hogyha kíváncsiak rá, az ugyanitt található hangarhívumból ismét meghallgathatják műsorainkat. Most pedig azzal a belső óhajjal köszönünk el Önöktől, hogy a teremtéskor nekünk ajándékozott emberi értelemmel, továbbra is minnyájan a minket szerető Istent keressük, és így egykor eljuthassunk majd a teljes megismerésre, amikor a Szentírás szavai szerint a hit bizonyosságá válik, vagyis hogy eljuthassunk Urunkhoz, Istenünkhöz. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenre kell Jézus mene jársz, mutasd meg, hogy hol